Háztartási hulladékok, könyvek, DVD-k, és mindez a mosoni temető szomszédságában. Ma már nem kell a lakott területen kívülre mennünk, hogy illegálisan lerakott hulladékot találjunk. Elég a félreeső helyeket megnézni. A mebit megtalálták a bürgének. Rozs János gyakran jár erre. Nemrég a saját szemével látta, hogyan is kerül ide a szemét. Kicsőn kapcsoltam, hogy lére menem számot. Ugye mire előkerestem a szemüket, már a francba járt. Ugye így nem puttam, egy kicsi billentkocsi volt. A szanaszét hagyott hulladékok nem csak a városképet rontják, a környezetet is szennyezik. A levegőt, a talajt, a vizet, ezek pedig visszahatnak ránk, veszélyeztetik egészségünket. A város ezért igyekszik tenni az illegális szemét ellen. Az önkormányzat már körülbelül 10 éve folytatja a tájsebészet nevezetű programját, ahol egy fő vezetésével, közmunkások alkalmazásával ezeket az illegálisan elszólt elhagyott hulladékokat összeszedik, de nem csak összeszedik, nyilván ártalmatlanításra is kerül. Idén másfélszer annyi illegális hulladékot gyűjtöttek össze, mint az előző években. A 350 köbméternyi szemét körülbelül 70 konténert töltött meg.